Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városházán, beszélgető társam Kelemen József nyugállományú altábornagy. Hamarosan kezdődik itt egy közgyűlés, mi is lesz pontosan? A mai napon a Nagykunbajtársi Egyesület éves közgyűlésére kerül sor. Napjainkban az ország szinte teljes területén a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségéhez tartozó egyesületek tartják a rendes közgyűléseket, vagy vezetőségválasztó közgyűlést. Itt csak közgyűlést tartunk, amelynek az a lényege, hogy a múlt évi feladatok teljesítéséről, és hát az évi feladatokról esik majd szó. Ön az országos elnök, mennyi ilyen hasonló szervezet van az országban? Igen, hát gyakorlatilag a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, ez egy gyűjtő szervezet, alapvetően mintegy 78-80 szervezet a volt katonák és hozzátartozókat foglalja magába. Ezen túl még hozzánk tartozik, mint tagszövetség, a Magyar Veterán Repülők Bajtársi Szövetsége, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület. Hát ők azok a nagy tisztességet érdemlő, háborút megjárt, egyre inkább fogyó katonák, akik még szemtanúi részei voltak a II. Világháborúnak. Az összlétszámunk megközelíti a 10 000 főt az ország területén. Igazából lefedjük, ha szabad ezt mondani, az egész országot, hiszen nagyon sok katonai szervezet működött a korábbi magyar néphadseregnél, honvédségnél, és hát mindezek szerveknél, ahol, amit említettem az előbb. Itt az előbb hallottuk, hogy nem először jár Karcagon. Mikor járt itt legutoljára? Hát egy kicsit nosztalgiát is jelent nekem ez a vidék. 1976-tól 78-ig a mezőtúri 5. gépesített lövész ezred parancsnokaként szolgáltam, és hát ennek révén több alkalommal éppen itt a Városháza előtt mentünk tilalmas a légvédelmi rakéta lövészetek végrehajtására, és hát későbbi években is 1981-83-ban pedig az itteni katonai alakulatok haszkiképzésével a ceglédi 3. hadtest állományából több alkalommal voltam itt, és hát kötődöm ehhez a vidékhez is. Tehát így is kötődöm. Én mindenképpen hasznos tanácskozást kívánok önnek, és vigyen ismét jó híreket innen Karcagról, és nézzen szét, ha van lehetőség. Hát köszönöm szépen, és hát remélem, hogy úgy, ahogy országszerte zajlanak az egyesületi közgyűlések, én azt mondom elfogultság nélkül, hogy eredményekről számolnak be, legfőképpen az a meghatározó, hogy ezek között a nehéz viszonyok között megőrizték működőképességüket és szervezeti egységüket. Köszönjük, jó munkát! Köszönöm szépen önöknek is! A Nagykunbajtársi Egyesület vezetője Rab János. Hány tagja van az egyesületüknek? Az egyesületünknek mindösszesen 119 tagja van, ebből 107-es fő, mi úgy hívjuk aktív tag, aki tagdíjat is fizet, 12 tiszteletbeli tagunk van, aki koránál vagy egészségügyi állapotánál fogva érte ezt a tiszteletbeli tagságot. Akkor ez egy tényleg szép létszám. Melyek voltak azok a nagyon fontos események, amelyeket most el fog mondani, hiszen ez egy beszámoló közgyűlés. Merre jártak, milyen rendezvényeket tartottak tavaly? Nagyon röviden, az egyesületünk minden városi rendezvényen részt vesz, ami ugye állami ünnepekhez kötődik, így március 15-e, augusztus 20, stb. Illetve most már több éve a Kovács Mihály napokon is részt veszünk, két helyszínen koszorúzunk. Emellett megtartjuk a hagyományos nőnapi rendezvényünket. Mindig van minden évben egy szezon kezdet és egy szezon záró rendezvényünk. Itt a tavalyi évből a szezon záró rendezvényt emelném ki. Ez egy régi, hagyományos disznótoros nap volt. A kora reggeli disznóöléstől kezdve végigvittük egészen estig a vacsoráig bezárólag mozzanatról mozzanatra, ahogy a szüleink, nagyszüleink hát végezték, hajtották ezt végre. Kirándulni, egynapos kirándulásra Dunakanyarban voltunk tavaly,
illetve háromnapos kirándulásunk a Balaton déli partjára vezetett Szántód és környékét, Siófokot látogattuk meg. És mik az idei nagy tervek, hiszen akkor, amit elmondta, vannak állandó rendezvényei, de esetleg terveznek-e hasonló kirándulást? Még kifelejtettem, a tavalyi évből talán a legfontosabbat, 40 évesek voltunk, és azt is illő módon megünnepeltük a 40 éves évfordulót. Ehhez képest az idei év egy kicsit szerényebb lesz, tehát nem lesz ilyen jubileumi rendezvény, viszont a elért színvonalat is szeretnénk tartani, tehát ugyanúgy megtartjuk a szezonkezdő, szezonzáró rendezvényt, a nőket köszöntjük, kirándulást tervezünk ezúttal a Börzsönybe 3 napra, egynapos kirándulásunk valószínűleg Békés Csabai Kolbászfesztiválra vezet majd, és hát ebben még azért lehet változás, tehát a kimunkálása még folyamatban van ennek. Akkor azt hiszem, hogy a ízeket is megkóstolják, és ismerkednek más tájegységek ízeivel is. Én azt kívánom, hogy legyen nagyon sok aktív tagjuk, még sokáig ez a több mint 100 fős egyesületnek, és hát jó tanácskozást a mai napra. Nagyon szépen köszönöm mindegyünk nevében.